Sziasztok, ez itt újra a Greencat és Do It Yourself, és ismét 5 perces projektjeink következnek. A múlt héten, vagy az előtti héten, már nem is emlékszem pontosan, mindegy, néhány héttel ezelőtt csináltunk egy virágtartót, amiben többen megpanaszolták, hogy valószínűleg elég drága volt, mivel hogy ikás kaspók voltak benne, ikás virágok és stb. Most szeretném azt bebizonyítani, hogy ugyanezt meg lehet csinálni olcsóbban is. A lényeg az, hogy néhány konzerves babot vagy barackot kell megennünk hozzá, és szereznünk kell néhány ilyen kis kannát. Veszünk néhány fűszernövényt, vagy muskátlit, vagy amit akarunk, teljesen mindegy. Megvesszük, azokat fogjuk beletenni, illetve kell még hozzá egy fehér festék, de ez igazából bármilyen lehet. Én most fehéret választottam, nekem fehér színűek lesznek a kis kannák, illetve van egy alap deszka, amire ezt az egészet föl fogom fogni. Innen csak kezdve még néhány darab csavar kell, és gyakorlatilag kész is vagyunk. A lényeg a következő, hogy először megfújjuk ezeket a kis kannákat, ezeket szépen lefújjuk fehérre, az egészet, hogy szép fehérek legyenek, egyszínűek. Ezüstön is jó lenne, de fehérrel szerintem jobban fog mutatni, tehát lefújjuk őket fehérre, aztán beleültetjük a növényeket, lefújjuk fehérre, fölcsavarozzuk a deszkára, és aztán ültetjük bele a növényeket, és gyakorlatilag így kapjuk meg ezt a kész eredményt, és így közel hasonló lesz, mint ahogy az előző nézett ki. Szóval, a lényeg, hogy túl sok minden nem kell hozzá, gyakorlatilag szerintem egy kis marok csavarozóval is meg lehetne ezt az egészet csinálni, nem annyira bonyolult. Szerintem kezdjünk bele, aztán útközben meglátjátok, hogy is néz ez ki. Na, hát így néz ki az eredmény. Ha kevés pénzből csináljuk, akkor ilyen lesz. Nyilván az élővirággal annyi baj van, hogy több gondozást igényel, mint a mű, tehát hogy ezt sajnos nem lehet megúszni ebbe az esetbe, de ha foglalkozunk vele, akkor gyönyörűen nézhet ki, és gyakorlatilag tényleg azt konyha, vagy a... Most én fűszernövényeket tettem bele, tehát ezért beszélek feltétlenül, vagy elsősorban a konyháról, de akkor a konyha dísze lehet. Gyakorlatilag egy ilyen kis egyszerű ötlet. Mondom, nagyon egyszerű, néhány babot kell hozzá megenni, konzervbabot, vagy konzervkukoricát, vagy akármit, és annak a dobozából gyakorlatilag ezt létre tudjuk hozni. Kis átültetés, és ennyi. Tehát nem kell hozzá túl sok szerszám, és nem kell bonyolult dolgokba gondolkozni, ezt így is meg lehet valósítani, és sokkal-sokkal egyszerűbb. Úgyhogy ennyi volt mára, jövő héten találkozunk, illetve a héten még egy videóval, és addig is ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, kommentben nyugodtan kérdezzetek erről és bármiről is, úgyhogy jövő héten találkozunk, ezen a héten. Sziasztok!